Ez a Pápavárosi Televízió hírműsora szerdán, köszöntöm nézőinket! Pápán járt ma Áder János, először a Pápa bázis repülőtérre látogatott Magyarország köztársasági elnöke. Áder János hazánk NATO-hoz való csatlakozásának 15 éves évfordulójának ünneplése céljából látogatott el a pápai laktanyába, ahol megköszönte a magyar katonák tevékenységét és elismeréseket is átadott. Katonai tiszteletadásról fogadták kora délután a Pápa bázis repülőtéren a köztársasági elnököt. Áder János zárt ajtók mögötti tárgyalás után megtekintette a nehéz légiszállító ezred egyik C-17-es repülőgépét, majd az irányító toronyban is tájékoztatást kapott. Ezt követően ünnepi állománygyűlés keretében emlékeztek a NATO-hoz csatlakozás 15 éves évfordulójára a csapatművelődési otthonban. Magyarország 1999. március 12-én csatlakozott a világ legerősebb védelmi szövetségéhez, az Észak-Atlanti Szerződés szervezetéhez. Az évforduló korán sem csak katonai vagy a védelempolitikai jelentőségű. Ennek az eseménynek társadalmi jelentősége van. Olyan jelentősége, ami minden magyar érint. Ezért a mai napon nem csak államfőként és a Magyar Honvédség főparancsnokaként állok most önök előtt, hanem Magyarország egyik négy gyermekes polgárként. Olyan emberként, akinek mindennél fontosabb szerettei és szeretett hazája biztonsága, a békés élet lehetősége. Áder János köztársasági elnök, a honvédség főparancsnoka úgy fogalmazott, a béke törékeny dolog, épp oly könnyen sebezhető, mint maga az ember. Az ünnepségen a magyar katonák tevékenységéért köszönetet mondott a köztársasági elnök. Magyar honvédek! Önök között most ugyanazt a büszkeséget érzem, mint amit az Afganisztánban szolgálatot teljesítő katonáinkkal találkozva éreztem. Akkor jutam során ugyanazt tapasztaltam, amit a NATO vezetőivel folytatott találkozásaim is megerősítettek minden alkalommal. Bárhol jártam, bárkivel is tárgyaltam, egyértelmű elismerés fogadott mindig, amit a magyar katonák néztek ki hazánknak, a NATO műveletekben való helytállásukkal. Teljesítményükért kérem fogadják szívből jövő államfő és főparancsnoki elismerésemet. Mint ahogy köszönetemet és elismerésemet fejezem ki szövetségeseinknek is. Elismeréseket és emlékplaketteket is átadott a köztársasági elnök. Elismerésben részesült többek között Szarvas László nyugállományú ezredes, a NATO támogató ügynökség légiszállítást kezelő programiroda, irodavezető helyettese, hazánk légiszállítási képességének sikeres kialakításában végzett munkájáért. Magyarország köztársasági elnöke emlékplakettet adományozott a Pápa bázis repülőtér személyi állományának, a nehéz légiszállító ezred állományának és a NATO támogató ügynökség légiszállítást kezelő programirodának. Áder János bázis repülőtéri programja után a városba is ellátogatott, megtekintette a felújítás alatt álló Eszterházi kastélyt, a főteret és a nagy templomot, majd a városházáért, ahol dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselővel és dr. Áldozó Tamás polgármesterrel tanácskozott. Pápán is lehet más a politika. Az LMP mind a 106 választókerületben állított egyéni képviselőjelöltet az országgyűlési választásra. Jelentette ki Gersmár Ferenc, az LMP Veszprém megyei választmányának tagja. A politikus a sajtótájékoztatón Nyőgér Istvánt, az LMP választókerületi egyéni országgyűlési képviselőjelöltjét mutatta be. A lehet más a politika Magyarország zöld pártja, fogalmazott Gerstmár Ferenc. A politikus szerint, míg a piros és a narancs különböző érdekcsoportokat szolgál, addig a zöld a közösségek jövőjét tartja fontosnak. Arra készülünk, hogy a 2014-es választás után a parlamentben bármilyen színezetű kormány is alakul, mi figyelni fogunk, és minden esetben megszólalunk, hogyha az emberek érdekeit sértő intézkedéseket akarnak
elfogadni. Nyögér István az LMP egyéni országgyűlési képviselőjelöltje szegedi felsőoktatási évei alatt került kapcsolatba a civil zöld mozgalmakkal. A jelenleg pedagógusként tevékenykedő fiatalember Bakonyákon él. Az LMP szervezetéhez tavaly nyáron csatlakozott. A képviselőjelölt szemléletváltást szorgalmaz. Amennyiben nem változik a rövid távú érdekek mentén zajló politizálás, környezeti katasztrófa következhet be, véli. Nyögér István elmondta, a pápai térség életének előmozdítása tekintetében helyben is alkalmazná az energiahatékonyság növelő programot. Az épületek felújításával, energetikai fejlesztésekkel, főleg szigetelésekkel, ezzel lényegi, valódi, fenntartható rezsicsökkentést érhetnénk el, nem csak manipulálást a számokkal, hanem valódi fogyasztáscsökkentést és valódi környezeti terhelés csökkentést. Továbbá ezzel új munkahelyeket is teremthetnénk. Nyögér István célja, hogy a fenntarthatóság értékrendje mellett álljon ki. Véleménye szerint rendkívül fontos a megújuló energiaforrások kiaknázása. A mai érdekcsoportok és az elmúlt 24 év politikai elitje nem a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások pártjára állt, hanem a rövid távú haszonlesésnek a pártjára, és ezzel kapcsolatban is szeretne az LMP egy megújulást, hogy fenntarthatóbb, megújuló módon fogyasszuk az energiát, már amennyire tényleg szükségünk van, de az is ugyanúgy fontos, hogy tudjuk csökkenteni és a pazarlást mérsékelni. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, az LMP célja 2014-re, hogy minél több képviselővel szerepeljen a parlamentben. Kossuth Lajos elhunytának 120. évfordulója kapcsán az államférfi körül kialakult kultuszról, személyiségének hatásairól szólt a Petőfi Asztal Társaság legutóbbi összejövetelén dr. Gerő András. A Széchenyi díjas történész úgy fogalmazott, Kossuth Lajos volt az első profi politikus Magyarországon. A Petőfi Asztaltársaság legutóbbi összejövetele két apropóra hívta fel a figyelmet, amely miatt érdemes megemlékezni Kossuth Lajosról. A Batthyány kormány pénzügyminisztere 120 esztendeje 92 évesen hunyt el. Az évfordulónak azonban helyi vonatkozásai is vannak. 120 esztendővel ezelőtt, 1894. március 3-án Pápaváros képviselő testülete Kossuth Lajos visszahonosítását kezdeményezte. Tehát alig Kossuth elhunytával két héttel egy ilyen nemes hazafias kezdeményezést indított el a város képviselő testülete, amelyhez csatlakozott több település is, elsősorban több pápa környéki település. Kossuth Lajos életútjának állomásait alig ha szükséges felidézni, hiszen történelmi személyiségeink közül róla kap a legtöbb információt minden éretnek nyilvánított magyar állampolgár. Talán nincs is olyan személy, aki ne tudná elhelyezni őt a történelemben. Kossuth máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében leginkább megtestesítik az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot. Kevés olyan államférfi volt a történelemben, akit később ennyire ikonikus figuraként tartottak számon, és akit ilyen erős kultusz övez, hangzott el az előadáson. Volt egy olyan tulajdonság, amit mi csak a karizma szóval szoktunk jelezni, nem tudjuk megmondani pontosan, hogy mi az, de egy olyan fantasztikus kisugárzása volt ennek az embernek, hogy egy egész folyamat jellegadó emberépé tudott válni. Szóval hadd mondjam például azt, csak tényleg, hogy magyarázatképpen, hogy mondjuk ő egy kormánynak a pénzügyminisztere volt 48-ban, és nem akarom degradálni Batthyányit, egy távol áll tőlem, de mégis mindenki Kossuthról beszél, és senki nem beszél Batthyányról, pedig ő volt a miniszterelnök. Tehát ez jelzi, hogy micsoda ereje volt ennek a figurának. Hogy Kossuth Lajos ikonikus figurává vált, egy személyiség és egy helyzet találkozásának köszönhető, jegyezte meg Gerő András. Az államférfi 92 évet élt, ebből csupán másfél év volt az, amikor cselekedni is tudott, 1848 áprilisától 1849 augusztusáig. Ez nagyon kevés idő, de tudta, hogy mit ér, és ki is használta. A történész szerint Kossuth volt az első profi politikus Magyarországon, tudott bánni a tömeggel, Kossuth személyiségének sokoldalúságát, szervezőkészségét, retorikai képességeit, még ellenlábasai is elismerték, fogalmazott dr. Gerő András.
2009. március 11-én alakult meg a Tapolcafői Kert barátkör, s napra pontosan 5 évvel később a csoport méltó módon ünnepelte a jubileumot. A kör az eltelt időszakban sokat tett a településért, programokat szervezett, felvirágoztatta a forrástanösvényt, és összetartó, fontos célokért dolgozni tudó közösségé váltak. A Tapolcafői Művelődési Ház zsúfolásig megtelt. A Forrás Népdalkör műsora, valamint Sándorné Banai Eszter és Bali Réka szavalata után Horváth Endre elnök köszöntötte a megjelenteket. Meghatottan idézte fel az elvégzett feladatokat, s ahogy ő fogalmazott, a sok jó ember segítő akaratát. 5 évvel ezelőtt 36 taggal alakult meg a kör. A 36 tagból most már 80 tagunk van, hála Isten. Ugye nagy csapat lettünk, és összefogjuk az egész falut, sőt, még pápáról is sokan kijönnek, már jól érzik magukat, és szóval nagyon jó. Ma mindenki várja a szerdát a tagok közül, hogy már ugye értékes szép előadásaink vannak, hogy mindig tanulunk egymástól is, és szóval most már nagy csapat vagyunk. A kertbarátkör az eltelt 5 évben kitakarította a Tapolca patak medrét, tanösvényt hozott létre, hidat, utat épített itt, pihenőhelyeket alakítottak ki, és malomkereket állítottak az egykori Tapolca Fői malom helyén. Emellett nagyon sok közös programot, kirándulásokat, szüreti felvonulásokat szerveznek. A Tapolca Főiek mertek nagyot álmodni, de mindig keményen megdolgoztak az eredményekért. Pénzt azt lehet szerezni egyszer, meg lehet szerezni kétszer, meg valamilyen célokat meg lehet valósítani belőle, de azt fenntartani, működtetni, annak örülni a hétköznapokban és azt megbecsülni, vele együtt élni, ahhoz egy olyan igazi, élő, az értékeire büszke, meg a hovatartozására büszke közösségkel, amilyenek önök. A kör tagjai most annak is örülnek, hogy a tavalyi év szeptemberében felavatott malomkerék sötétedéstől fényben fürdik. Elkészült az éjszakai világítás. Tervek természetesen vannak. A malomkerék avatásához kapcsolódóan például szeptember első szombatja a forrásnapja Tapolcafőn, s ekkor egy fesztivált is szeretnének szervezni a kertbarátok. A tapolcafőieknél nem csak tervekben, de szorgos tagokban sincs hiány, akik most megpihenhettek, hisz a jubileumi rendezvényről nem hiányzott a finom étel-ital, a torták és a jó kívánságok sem. Az érettségi előtt álló Szőcs Henrik csupán 5 éve zongorázik, tehetsége azonban hamarosan a Zeneakadémiára juttathatja. A székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakközépiskola 12. osztályos tanulójának játékában gyönyörködhettek azok, akik ellátogattak tegnap este a Bartók Béla Zeneiskolába. A fiatal zongorista tanára Kárpáti Ágota, a székesfehérvári Zeneművészeti Szakközépiskola zenepedagógusa. A Pápai Bartók Béla Zeneiskola és a székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakközépiskola közötti jó kapcsolatnak köszönhetően jött el Pápára a fiatal zongora tehetség. Szőcs Henrik viszonylag későn, 13 éves korában kezdett el zongorázni, tehetsége azonban hamar megmutatkozott. S hogy honnan a vonzalma a zene iránt? Ezt nem tudom megmondani. Ez mint egy villámcsapás jött egyszer csak, és elkezdtem és bejött. Úgy az emberben van egy olyan megmagyarázhatatlan vonzalom valami iránt, és nekem ez az a zongora maga. Édesapám mindig is szerette a zenét, és amióta kicsi vagyok, azóta énekel, meg volt szintetizátor is otthon, és én pötyögtettem rajta, amikor csak tudtam. De komolyabban ez 13-14 éves koromban jött, hogy mi lenne, hogyha elkezdenék tanulni zeneiskolában, és akkor kezdtem el igazából alapfokon tanulni. Másfél évre rá felvételiztem a zeneművészeti szakközépiskolába, felvettek, és akkor most pedig itt vagyok, 12-esen indulok felvételizni a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. A fiatal zongorista tavaly egy bécsi zongoraversenyen 3. díjat nyert, de más külföldi megmérettetésen is szerepelt már. Elengedhetetlen az, hogy versenyekre járunk és megismerjenek bennünket. 10. voltam először a legelső versenyemen. Bécsben voltam a nemzetközi Bartók Béla zongoraversenyen. Ekkor még mint résztvevő voltam. 11. a bukaresti zongoraversenyen voltam, szintén mint résztvevő, és idén voltam szintén a bécsi Bartók Béla zongoraversenyen, ahol 3. díjazott lettem. Magyarországi versenyen még nem voltam, most készülök március végén a
nemzetközi Bartók Béla versenyre Szegeden. A zene az olyasmit tud nekem nyújtani, amit emberek nem tudnak nyújtani, vagy legalábbis eddig még nem tapasztaltam meg. Igazából a zene számomra az, amit minden tud helyettesíteni. Én leginkább csak a klasszikus zene híve vagyok. A legeslegkedvencebb a Chopin. Henrik elárulta, a pápai zeneiskolában még sohasem járt, de nagyon megtetszett neki. Annyira jó, nagyon, nagyon tetszik ez a zeneiskola. Még sose jártam ilyen hely. A miénk ez eléggé régiesebb, de ez nagyon tetszik. Scarlatti, Liszt, Bartók és Debussy művek hangzottak fel Szőcs Henrik pápai hangversenyén. A középiskolás fiú élvezetes, szép zongora játékában a Bartók Béla Zeneiskola zenetagozatos növendékei és tanárai is gyönyörködtek. Március 17-én hétfőn 18 órakor nemzetközi eseménynek ad otthont a városi sportcsarnok, a futszál magyar válogatott Görögország legjobbjaival méri össze erejét. A mérkőzésre elővételben már lehet jegyet váltani a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont pénztárában. A Jókai Mór Művelődési Központ mintegy 2,5 évvel ezelőtt kapta meg az önkormányzattól feladatul a sportcsarnok üzemeltetését. Ez alatt az idő alatt arra törekedtek, hogy egyre több olyan sportesemény legyen jelen a városban, ami a helyiek érdeklődését felkelti. Remélik, hogy ilyen lesz a hétfői futszál találkozó is, amelyen nagy küzdelem várható a győzelemért, mondta el Rácz István, a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás munkatársa. Én úgy gondolom, hogy tét nélkülnek abszolút nem mondható, hiszen az újonnan keretbe meghívott játékosok a tornák előtt ilyenkor vívhatják ki a stabil kerettagságot, továbbá a válogatott csapatok számára ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy éppen milyen szinten tartanak és milyen erőt képviselnek az európai elithez képest. A hétfő este 6 órakor kezdődő találkozóra a jegyek elővételben már válthatók, egységesen 500 forintos áron. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Pápa helyszíne lehet egy ilyen rangos mérkőzésnek, és reméljük, hogy sokan ellátogatnak majd. Az önkormányzat segítségével mi már 500 ingyenes belépőjegyet kiosztottunk a város általános és középiskolásai számára a Diák Sport Szövetségen keresztül, de reméljük, hogy ezen túl is sokan kedvet éreznek ahhoz, hogy ellátogassanak ide. A belépőjegyek elővételben már válthatók a színházépület jegypénztárában, munkanapokon 2-től 6-ig, a mérkőzés napján 2-től pedig itt a helyszínen. A szervezők szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt és szurkolót. Továbbra is folytatódik a kellemes tavaszi idő. A részletekkel néhány másodperc múlva jövünk vissza. Derült napos száraz idő várható, a változó irányú szél mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +2 és -3 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 fok körül alakul. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója szerdán, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!